judo az nagyon jó úton halad, itt pont az egyetem és a tanulás és a sport összehangolásának következébe, vagy egyik hatására a mostani 8 résztvevő az olimpián volt mindegyike. Főiskolás egyetemista vagy már végzett, vagy a többedik diplomáját szerzi, és így nem kellett választani 18 évesen. Korábban előfordult, hogy nagy tehetségeink, junior Európa világbajnokaink hagyták abba a sportot a tanulás miatt. Most ez így együtt megy, és egy nagyon erős és fiatal gárda van. Most nagyon közel álltunk ahhoz, hogy legyen olimpiai bajnok. Meggyőződésem, hogyha jó Abigail nem sérül meg a későbbi olimpiai bajnokán, aki jelen Bazárjéval vezetett, akkor lenne még egy kollégám, végre nem egyedül lenni egy judós bajnok, de így is nagyon szép eredményeket értünk el. A 8 versenyzőből 5 pont szerző helyen végzett, a többiek is az első 10-be, tehát nagyon jó, és ez egy fiatal csapat, a csapat gerince az ott lesz Rióba is. Én azt gondolom, hogy ott is komoly eredményeket tudunk elérni, úgyhogy a judó jó felé halad. A nemzetközi élmezőny is eléggé átalakul, hiszen a japánok, akik ugye tradicionális nagy nemzetek cselgánsban, szokatlanul gyengén szerepeltek Londonban, itt is jellemzi az, hogy jóval több ország foglalkozik most már kiemelten ezzel a sportággal? A judo nagyon, nagyon sok országban működik, miután a rendőrség mindenhol, a rendőrségi képzés általában olyan önvédelmi dolgokra alapul, ami nem okoz sérülést, ebben pedig a judo az egyik leghatékonyabb, mindenhol, majdnem mindenhol ez megjelent, és nagyon népszerű. Tehát az olimpiai programon is azt hiszem a harmadik, negyedik helyen legnépszerűbb a judo. A japánoknak azért ez nem azt jelenti, hogy japánokat le kell írni, most volt egy kisiklás, de a japánokkal számolni kell. Az viszont jellemző, hogy nagyon széles a bázis. Az nekem külön öröm, hogy ebbe az egyre szélesedő felső rétegbe, aki komolyan csinálja a világszinten, ez most már több mint 100 ország, aki ezt kiemelten csinálja. Ebben ilyen jól tudtunk szerepelni, ez mutatja a magyar judó erejét. Egykori nagy riválisodat, ha jól tudom, a közelmúltban kinevezték a japán cselgáns válogatott szövetségi kapitányának. Téged nem kerestek ilyen gondolata, vagy nincs a fejedben ilyen gondolat, hogy esetleg a szigorúan vett szakmával foglalkozzál? Ilyen magas szinten? Felmerült a dolog, korábban kaptam ilyen felkérést, de én más utat választottam. Én kívülről segítem a sportot, hogy úgy mondjuk a Paksi Atomerőműben vagyok közgazdász, illetve most már kommunikációs vezető, de ez nem azt jelenti, hogy a sporttól eltávolodtam, reggelente edzek, és egyébként az egyesületünk vezetését is elvállaltam. Azt a fajta életet, amit egy szövetségi kapitánynak vagy egy vezetőedzőnek kell élni, azt én két, illetve most már rövidesen 3 gyerek mellett már nem tudom vállalni. Én nagyon szerettem judózni, igazából a menés, a menetelés, az állandó reptérről leptérre, amiben egy picit elfáradtam. Szerelem a judó, és nagyon minden molekulám kívánja és szereti, de a gyerekeimet még jobban szeretem. Tehát egyszerűen egy választási helyzet volt, így sem dolgozom keveset, az atomerőmű sok feladatot ad, de legalább este a gyerekeimet én tudom megfürdetni, mesét mondani és lerakni aludni.